Mint arról már korábban beszámoltunk, több hölgy úgy 3-4 évvel ezelőtt Pomsár Szilvia egykori NB1B-s női játékos mai edző vezetésével összefogott, összedolgozott egy fontos helyi sportügyben. Ez pedig a kosárlabda utánpótlás feltámasztása ebben a Bálcaszéken valóban veretes múltú sportágban. Az óvodában kezdték, mára eljutottak oda, hogy nem csak a diáksport versenyrendszerén belül van Bálcaszéknek alkalmasint kosárlabda csapata, hanem az idén megyei szinten életre hívott új U12-es fiú bajnokságban is már ott látjuk az alapoknál jóval többet elsajátító bálcaszéki ügyes fiúcskákat, akikhez egy kislány is csatlakozott, amit a szabályok ebben a korosztályban természetesen engednek. Valahol ez egy kis beteljesülés neked? Igen, én nagyon szerettem volna, hogyha minél több lány kosárlabdázik azért Bálcaszéken, de valahogy mégis csak a fiúk vannak nagyobb többségben vagy arányban, de igazából nem ez a lényeg, mivel lehetőségünk van ebben a bajnokságban vegyesen játszani, tehát nem probléma az, hogyha van egy pár lány és a többi fiú. A fehérmezes bálcaszéki kisrácok ott jártunkkor olyan ellenfelet kaptak a bajnokság újabb fordulójában, Bonyhád képviseletében, akik szemmel láthatóan magasabbak, erősebbek, lendületesebbek és persze dinamikusabbak is voltak. Így lassan, de biztosan meg kellett hajolniuk az ellenfél fizikai fölénye előtt. Ám lehetett látni a képzés, a befektetett munka eddigi eredményét. Szépen felépített, kivitelezett támadásokkal azért válaszolni tudtak a bonyhádi kosarakra. Az első negyedben, míg a második elején is éltek a felzárkózás az ellenfél megszorításának reményei. A legügyesebbek ügyesen egymást segítve összedolgoztak. Az optimizmus a pályán lévők és a kispadon bevetésre váró arcán is egyaránt tükröződött. Eddig hát győztetek többször is, mint hallom, de most azért úgy gondolom, egy nagyon nehéz csapat ellen játszottok. Igen, másik csapat is van most, ahogy nézem, mert most ők az idősebbek ebbe a bajnokságba, és ráadásul még az is, hogy magasabbak, és ez nagy előny. Viszont meggyőzhettünk volna, mert az elején nagyon jól ment, csak nagyon gyorsan mennek, és kifáradtunk nagyon. Második negyedben meg még jobban, ők meg annyira nem voltak jobban. Úgy veszem észre, hogy talán nem értek vissza időbe védekezni, tehát igen, sok az üres helyzet. Igen, hát ez így van. Te ott vagy a kis padon, készülsz a második fél időbe? Persze. Mi lesz a feladatod védekezésben és támadásban? Hát védekezni, mindent levédekezni, minden dobást, minden támadást. Támadásban meg hát főként az ittszereket, meg az ilyen hárompontoson belüli dobásokat. Hát középtávolról. Igen. Milyen adottságaid vannak? Elég magas vagy a korodhoz képest. Számítasz arra, hogy esetleg a 180 centi fölött leszel, amikor már ifista vagy junior korba érsz? Hát remélem. Kosárlabdával elkötelezted magad? Mindenképpen ez a sport, amit választottál? Hát ez a sport, amit választottam, az más kérdés, hogy meddig fogom csinálni, mert egy idő után úgyis jön az egyetem, meg ilyenek, és akkor utána már nem lehet folytatni. Hát nagy cél, de a kosárlabda és az egyetem éppen megfér egymás mellett, hiszen Pesten is lehet játszani, a MAFZA például. Ez igaz. Mi az, ami elsajátítottál, amit tudsz, és miben szeretnél fejlődni? Hát védekezésben úgy gondolom, hogy azért elég jó vagyok. Hát az ittszereket, meg a dobásokat kéne fejleszteni még, hogy pontosítani. Vannak nagyon ügyes gyerekek. Nekünk is ez a célunk nyilván, hogy később feljebb kerüljenek, magasabb osztályban tudjanak játszani. Tehát hogy tényleg mi biztosítjuk a lehetőséget ahhoz, hogy itt amennyit mi tudunk a saját energiánkból, időnkből, hát az adott körülmények vagy helyzeteket teremtve, tehát tudnak itt játszani ebben a bajnokságban, de szeretnénk azt, igen, hogy később máshogy is érvényesüljenek, és én azt gondolom, hogy vannak nagyon ügyes gyerek, akik el tudnak menni más csapatokhoz, vagy erősebb csapatokhoz. De én azt is gondolom, hogy most lehet, hogy látunk egy-két gyerekből ilyet, de én azt gondolom, hogy a gyerekek nagyon sokat fejlődnek, tehát aki azt gondolja, hogy az ő gyereke még esetleg gyengébb, vagy kevesebbet tud, nem úgy teljesít a mérkőzéseken, nagyon sokat fejlődnek és változnak a gyerekek, tehát mindenkinek ugyanúgy lehetősége van, tehát kitartó munkával, edzéssel, ez mindenkinél
igazából adott lehetőség megvan rá. A lányoknak is látogatják már ugyanis az edzéseket gimnazista lányok is. Az alsó utánpótlás korosztályokban pedig szinte mindegyikben van vegyes csapata Bátaszéknek, az elmúlt évek utánpótlás team munkájának köszönhetően elsősorban. Aminek nagyon örülök, hogy minden egyes korosztályunkban el tudtunk indulni bajnokságban idén. Tehát tényleg ez az első év, hogy mindenkinek van játékengedélye, tehát versenyezni tud. A legkisebbek Szekszárdon a megyei Nyuszi kupában két csapattal indultunk, Matejcsekler Éva van az egyik csapattal, ők A csapatban szerepelnek, és Csabató Zsófia van a kisebbekkel, akik igazából most kezdtek első osztályosak, második osztályosak, vagy akik egy picit később kezdték el a kosárlabdát. Piramis csúcsán azért ez a csapat? A Piramis csúcsán ez a csapat, igen. Igazából az ő kezemunkájuk is benne van, mivel vannak játékosok, akiket ők neveltek. Tehát őtőlük kapták ezeket az alapokat, és nekik is szerencsére most idén tudtunk biztosítani bajnokságot, vagyis hogy játék lehetőségük legyen. A kizárólag hölgyekből álló edzői team persze azon is munkálkodik, hogy a mostani kezdőkből, a legkisebbekből előbb-utóbb egy lány dominanciájú U12-es, U13-as csapat is összejöjjön egy ehhez hasonló bajnokságban való indulásra. Érdemes ebben hinni, és a jelekből ítélve tenni is érte.